Sátoraljaúj hely 1950-ig volt Zemplén vármegye megyeszékhelye. Azonban az első világháborút lezáró 1920-as trianoni szerződést követően a Balódi megye székhelyi szerepe szimbolikussá vált, hiszen a megye háromnegyede határon túlra került. Ugyan az első bécsi döntés értelmében javult a helyzet, de 1945-ben ismét elvették Magyarországtól azokat a területeket, melyeket 38-ban visszakapott. A település azóta kárát látja az önkéntes határmódosításoknak. Ezért kéri most egyfajta jóvátételként a megyei jogú várossá nyilvánítását. Két olyan város van Magyarországon, Balassagyarmat és Sátoraljaújhely esetében, amely akik megyeszékhelyek voltak, és a jelenlegi országhatárokon belül terülnek el. Ez azt is jelenti egyben, hogy egy valamifajta rehabilitációja a valamikori hibás döntéseknek kijavítása lenne a kormányzat jó döntése esetén. A település máig sem heverte ki, hogy megyeszékhelyből egyik percről a másikra egy elfeledett határszéli kisvárossá vált. A megyei rangú város cím azonban új lehetőségeket nyitna meg Sátoraljaújhely előtt. Nagyon nagy dolog lenne ez, hogyha gazdasági téren is erőnyt jelenthetne a megyei jogú várossá válás, különösen úgy, hogy a kormányzat szerződést köt a megyei jogú városokkal, a fejlesztésekkel kapcsolatban. Nagyon nagy elégtétel lenne, és az itt élő emberek, azok, akik ma élnek, és azok, akik éltek az elmúlt évtizedekben, azok mind-mind megérdemelnék ezt. Nagyon kérjük a segítséget, a levél mai napon elmegy. A kérelmet a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek, illetve a parlament elnökének egyaránt megküldte Sátoraljaújhely önkormányzata. Ezzel szeretné meggyorsítani a döntési folyamatot.